Kedves nézőink, Ajkán koncertezett pénteken a Tangcsapda zenekar. Most az ott készült felvételeinket láthatják. Én azt mondom, valami zene, de engem csak a szeme érdekelt, és én eztem a szerelem szele. Elkapta a szívem, én nem hittem, hogy ilyen velem megtörténhet még. Amikor oda lépett hozzám, én már persze egyből gondolhattam volna, hogy egy ilyen csaj, ha józan lenne, talán hozzám se szólna. Azt mondta, hogy szia, innen lesz vagy itt a fia, és kérdeztem és mondta, most éppen nincs veszélye. Tudom, hogy ez hiba, de hagytam, hogy a liba elmenjen mielőtt. Azt mondom, állj, ilyet többet ne csinálj, komolyan akarod, nincsen akadály. Állj, ilyet többet ne csinálj, lehet, hogy ez neked jó, de nekem fájj. Mozgalmas időszak az évvége a Tangcsapda számára, hiszen nem csak koncertek vannak, hanem egy új lemezt is kiadtatok. Milyen lemez ez? Ez egy olyan szempontból egy rendhagyó lemez, hogy dupla, tehát két korong van rajta. Az egyiken mi általunk nagyra tartott magyar, tehát kifejezetten magyar előadóktól dolgoztunk fel dalokat tangcsapdásítva, illetve talán még pontosabb a megfogalmazás, hogy átdolgoztunk. És a másik korongon pedig mai szintén magyar előadók dolgoznak fel tangcsapda dalokat, tehát hogy itt igazából az volt a cél, hogy ki hogy látja a tangcsapdát és a saját stílusán belül mit tud vele kezdeni. Úgyhogy nagyon, hál' Istennek nagyon jó a fogadtatása, 3 vagy 4 napja jelent meg, úgyhogy hát ez nekünk egy ilyen régi szívünk csücske volt, és most megvalósítottuk. Milyen zenekarokat hívtatok meg ez a projekthez? Hát el nem sorolnám az összes zenekar nevét. Egyébként a két korongon mindösszesen 26 tétel szerepel, tehát elég sok nevet lehetne mondani. Nem szeretnék senkit kihagyni. Egy dolog azonban biztos, mind a két lemezen olyan zenekarok találhatók, akár úgy, hogy mi dolgoztuk fel az ő dalaikat, akár úgy, hogy ők dolgozták fel a mieinket, akikhez valamilyen érzelmi, vagy személyes, vagy bármilyen értelemben kötöttség, vagy kötődés fűz. Van, akit személyesen ismerünk, van, akit személyesen ugyan nem, de tisztelünk a munkáját, vagy azt a fajta dolgot, amit csinált, vagy csinál a magyar könnyűzenében. Hála Istennek a magyar könnyűzen elég széles ahhoz, hogy rengeteg olyan előadó van, akikkel érdemes és szívesen dolgozunk, és van egy csomó olyan, aki egész egyszerűen idő vagy hely hiányában kimaradt. Sőt, hogyha azt mondom, hogy lehet csinálni egy másik dupla ilyen albumot, akkor sem hiszem, hogy túloznék. Nagyon sok olyan felvétel van, ami biztos vagyok benne, hogy stílusától függetlenül nagyon sok embernek fog tetszeni, ahogy van rajta néhány olyan felvétel is, ami éppen a zenei stílusát tekintve biztosan lesz majd, akinek nagyon tetszik, és lesz majd, akinek nagyon nem. Nem kaptatok még negatív kritikákat, amiért elég populáris előadók, például Well Hello is szerepel ezen a lemezen. Figyelj, mi mindig negatív kritikát kapunk, bármit csinálunk, tehát ezt már megszoktuk. A Well Hello-t pont azért hívtuk meg, hogy negatív kritikákat is kapjunk, hogy azokat az embereket, akik fogást próbálnak rajtunk találni, legalább adunk nekik egy jó gumicsontot, ha drágulnak rajta. Azt gondolom, azok az emberek, akik ilyen sztorin fölakadnak, azok nem értik ennek az egész lemeznek a lényegét. Ennek a CD-nek több üzenete is van, nem csak több generációt fogát, hanem van egy olyan üzenete is, hogy a zenét azt élvezni kell, szórakoztat, vagy szívbe markol, vagy éppen segbe rúg, és ezt nem biztos, hogy csak stílusjegyeken belül külön kell választani,
minden nóta, hogyha jól megvan írva, akkor az időtálló, és bármilyen generáció, bármilyen stílusnak jól szól, illetve azoknak az embereknek is adhat és mutathat valamit, ami egyáltalán nem a mi generációnk, vagy nem a mi szféránkba felnőtt srácok. Azt még hagyd tegyem hozzá ez a Vehló dologhoz, hogyha ezt a beszélgetést látná akár a Vehló, akár az ő rajongója, akkor nehogy véletlenül felszíszenjenek. Nyilván nem csak azért lettek ők erre elhívva, vagy megkérve, hogy dolgozzanak föl Tankcsodát, mert szeretünk volna ezzel bármiféle hullámot generálni, hanem azért is, mert biztosak voltunk abban, ami valóban be is bizonyosodott, és lehet, hogy ezért majd engem köpödni fognak a rock rajongók, de az egyik legjobb feldolgozás szerintem, amit ők csináltak. Nem azért, mert nyilván a Tankcsapda egy rockzenekar, nyilván mi két lábdobbal, erős gitárokkal, kiabálással ilyenekkel operálunk, mint egy rendes rockzenekar értelemszerűen. De hogyha valaki a Fiúkölé Bányok című számot ismeri a Tankcsapdától, és meghallgatja, és egy icipicit is okozott számára ez valaha örömet, akkor azok számára nem hiszem, hogy el kéne különösen magyarázni, hogy ez egy laza nyári rakendról, ami arról szól, hogy érezzük magunkat jól, bulizunk együtt a csajokkal, a faszik a csajokkal, és fordítva egy nyári fesztiválon, és szerintem a Vehló ennek a dalnak pont a lényegét fogta meg, és azt gondolom, hogy én magam sem vagyok Vehló rajongó, nem hallgatok magamtól Vehló dalokat a rádióban, vagy a CD-t nem veszem meg tőlük, de azt gondolom, hogy ha valaki jól fogta meg ennek a dolognak a lényegét, hogy hogyan lehet egy dalt a maga hangulatában, a saját képére formálni, a saját zenei közegébe áthelyezni, akkor pont a Vehló egy kiváló példa erre. Figyelj, ennek a lemeznek az a cím, hogy dolgozzátok föl, akinek ezt nem sikerül földolgozni, az úrassa tovább a CD-t, azt javasolom. Tehát, hogyha minden lemezen megszólaló együttestől, ahogy Laci is mondta, torzított gitárt és két lábdobot vár, az nem az. Hogyha minket felkérne mondjuk Madonna, hogy csináljuk meg az első számát, akkor valószínűleg mi két lábdobot és torzítós gitárra csinálnánk, meg mi azt képviseljük. Valószínűleg nagyon sok madonnás elkezdene sírni, hogy mi ez a szar, de hát hogyha az emberek ezeken nem tudnak túllépni, akkor mondom még egyszer, akkor nem valószínűleg nem értik ennek az egésznek a lényegét. Magyarország, mi a fasz van, veled mondtsam? Beteg vagy, megnézve, felment a házad. Semmi okom nincs rá, hogy pesgőt mondtsam, mert amit látok, mert amit hallok, az gyalázad. Azt mondja nekem a sok kereszti, hogy van fogalmat, ne jön szád, mert ez minden. Van akkor, kamul a dupa és az élet, folytsa, ahogy a Duna. Nem volt eleje, nem lesz vége, az előző életeim összes emléke. Így van velem is, néha kísérte, hogy bárki bárom, bármit is ért. Attól, hogy pászom, hát nem osztál még, nem lett belőle, nem osztál is még. Mielőtt jól nem osztál, fordulja balra, nem osztál, tudod-e. Nem a tavasznál, neked nincs jobb, de a szavasznál. Jobban megyek, hello, szia, szeretnék, nem szavaznál, nem szavaznál. Beszéljünk egy kicsit a másik lemezről, amint tizen éltek. Milyen zenekarok dalaihoz nyúltatok? 12 dal van ezen az egyes korongon, fogalmazunk így, a másoddalé tőlünk a című korongon. Ebből a 12 előadóból igazából kettő olyan van, aki a Tankcsapdának a kortársa volt a maga idejében, hiszen a Bonanza Banzai és a Kispál és a Bóz az nagyjából is egészében akkor kezdett el zenélni, amikor a Tankcsapda is a 80-as évek legvégén. Ez a két zenekar már nem létezik, viszont azt gondoltuk, hogy a munkásságuk, amit maguk mögött hagytak, az mindenképpen szóra érdemes a szónak ebben az értelmében. Azzal a 10 előadóval és az egy-egy dalukkal egyetemben, akik egyébként pedig a zenekarra ránk személy szerint is, meg úgy a Tankcsapda összességére is valamilyen módon mindenképpen hatással volt, akiket nagyon tisztelünk, szeretünk mind a mai napig, és arra gondoltunk, hogy érdemesek arra, hogy ne csak a korabeli, az ő egykori rajongóik ismerjék az ő nevüket és dalaikat, hanem adott esetben az újabb generáció is megismerkedjen a nevükkel egyáltalán dalaikkal. Ráadásul ezek mind olyan dalok, amiket szívesen dolgoztunk át, amiket szívesen gyúrtunk át a saját képünkre, sőt, egy kicsit tovább megyek ennél, nem kimondottan és nem csak a Tankcsapda klisékben vagy hangszerelési ismert megoldásokban gondolkodtunk, soha egyetlen lemezen sem használtunk még annyi mondjuk szintetizátor, billentyűs hangszereket, Hammond orgonát, zongorát, mindenféle egyéb kiegészítő hangszerek, skódudát, meg egyébeket, egy csomó olyan hangszín, meg hangszert, ami egyébként egy Tankcsapdalemezre nem feltétlenül jellemző, azonban mivel ez egy átdolgozás lemez volt, ahol nagyon sokféle stílusú zenekarnak a dalait igyekeztünk egy egységes tankcsapdás hangképre gyúrni, ezért úgy gondoltuk és éreztük azt, hogy egy csomó különböző hangszín és hangszerelési megoldás is belefér, és bele is fért bőven, és azt gondolom, hogy valaki ezt a lemezt meghallgatja, akkor egy olyasfajta Tankcsapda hangzással találkozik, ami korábban nem volt ránk jellemző, mindezt úgy, hogy közben megőriztük maximálisan a saját gyökereinket. Azt gondolom, hogy egy természetes fejlődési folyamatnak ez egy kiváló lépcsőfoka. Az eredeti előadók hogy fogadták a feldolgozásaitokat?
Igazából nagyon jól. Volt egy-kettő, akinek kikerekedett a szeme, hogy hú, hát azért itt aztán dolgozik a dob meg a gitár rendesen, az eredeti kicsit csendesebb volt, de hát ez, hogy az előbb Tomi is mondta, mi ezt képviseljük, tehát a két lábdobot, a torzgitárt, ettől függetlenül van olyan dal a lemezen, aminek pont az eredetie két lábdobos torzgitáros nóta, és mi csináltunk belőle egy ilyen lassú, funkis lüktetésű valamit tiszta gitárokkal. Tehát igazából tényleg nem ijedtünk meg attól, hogy akár tényleg drasztikusabban is megváltoztassuk a dolgokat. Hozzáteszem, az nagyon fontos, hogy nem megerőszakolni akartuk a dalokat. Tehát csak ha megkívánta, és csak ha úgy éreztük, hogy jól áll neki, akkor forgattuk ki teljesen magából. Volt olyan, például nagyon jó példa erre a Nagyvárosi Farkas a Beatrice-től, amit azért forgatgattunk, de annak a dalnak annyira az az eredeti lüktetése, amitől Nagyvárosi Farkas lesz, hogy ott például hangszereléssel, effektekkel variáltunk, de magába, az alapjába, a gerincébe nem nyúltunk bele, mert ott úgy éreztük, hogy az kimondottan szentségsértés lenne. Úgyhogy, de visszatérve az eredeti kérdése, nagyon, hál' Istennek, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, mint szóba, írásba, kitől, hogyan. Tényleg volt olyan, amelyik rendesen megható volt, hogy ennyire elismerik az eredeti előadók, amiket csináltunk. Egy darról hallottam, hogy nem kerülhetett fel a lemezre. Ez az egy volt ilyen? Ez az egyetlen volt, igen, az Illés nóta, amire tulajdonképpen először engedélyt kaptunk, aztán utána, amikor elkészült a dal, akkor a Szörényi Bródi páros úgy döntött, hogy mégsem adja meg az engedélyt rá, mert hogy nem tetszett nekik a dal. Az élet ilyen, ez egy ilyen játék, tehát ez benne volt a pakliba. Ők nem tudták feldolgozni, így van. De nyilván nem akarunk tiszteletlenek se lenni velük szembe. Minden esetre itt például kiütközött az, hogy az a fajta közvetlenség és hogy is fogalmazzak, együttműködés, amit tényleg minden előadótól megkaptunk, na az itt sajnos maximálisan hiányzott, sajnos személyesen nem is sikerült velük beszélnünk, mindig csak titkárokkal, vagy rokonokkal, vagy nem tudom, tehát odáig el sem jutottunk, hogy személyesen tudjunk, vagy akár telefonon beszélni velük, de hát ennek valamiért így kellett lennie, nem is, igazából nem is ezen topogunk mi, hanem azon, hogy a többi milyen jól sikerült tényleg, és nem sokat játszunk róla koncerten, nevezetesen egy dal, de hogy már azt is mennyire jól fogadják. Meg hát a lemez fogadtatása az, hogy nem egészen két nap alatt lett dupla platina lemez számunkra is, azért ez egy jó értelembe vett gyomorba vágó dolog, tehát nagyon, nagyon örülünk neki. Várok mindenhol, rád és bármikor, egyetlen szó is, ha kéred, harcolok érted. Ez mindenhonnan szól, lélek hangokból születtem, és ez az, ami éltem. Várok mindenhol, rád és bármikor, egyetlen szó is, ha kell még, meghalok érted. Laci, te is megengedted, hogy módosítsanak a szövegeiden, és ti is módosítottatok Hobó egyik dal szövegén. Ez milyen dal? Nem csak a Hobó dal szövegén lett módosítva, az a leginkább módosult dal szöveg. Egyébként ennek az egész lemeznek a koncepciója az volt mind a két lemezen, tehát oda-vissza, hogy átdolgozásokat szerettünk volna ezen lemezen hallani. Mi is azon igyekeztünk, hogy a dalok, amikhez mi hozzányúlunk, azok valóban a Tankcsapda szájából adott, és az én számból is hitelesen hangozzanak. Éppen ezért volt olyan dalszöveg, amihez jobban volt, amihez kevésbé, de valamilyen szinten mindegyikhez hozzápiszkáltunk. És ugyanezt ajánlottuk fel, és kértük a többi előadótól, aki a kettes lemezen dolgozott, hogy egész nyugodtan nyúljanak bele, ne csak a zenébe, a szövegbe is, hogyha úgy érzik, hogy az ő szájukból valami nem olyan hiteles, mint amit én leírtam annak idején dalszövegként. Ők ezt másképp mondanák, másképp csinálnák, esetleg tennének hozzá, vagy bennének el belőle, akkor egész nyugodtan tegyék meg ezt, és hál' Istennek
az előadó túlnyomó része élt és ezzel a lehetőséggel. Mi a mi lemezünkön minden dalban éltünk ezzel a lehetőséggel. Volt, ahol több volt, ahol kevesebb részben módosultak a dalszövegek. A Hobó Nóta, mondjuk, ami Kőbánya Blues címmel vált ismert és sok-sok évvel ezelőtt nálunk Civis Város Bluesként szerepel. Ugye ami ez a klasszikus dal, ami egyébként Deák Bill Gyula előadásában vált népszerű dallá, ugye az a kőbányai életézés fogalmazza meg, ami verziumban nyilván mi, hiszen mi debrecenek vagyunk, a debreceni életézést, illetve az én személyes élményeimet részben jelenlíti meg. De mondhatnám egyébként az egész zenekart, nem mondjuk a Fényes udvar, vagy a Darabos utca, a két debreceni ikonikus helyszíne a városnak, az például Tomi miatt került be a szövegbe egyértelműen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a dolgok akkor tudnak igazán működni, és ez is volt a célunk, hogyha valóban a saját magunk képére szabjuk. Hogyha meg kellett volna erőszakolni bármely dalszöveget, vagy olyan szöveget kellett volna énekelnem, amelyikben nekem nem áll jól, azt egészen biztosan nem csináltuk volna meg. Még akkor is illet volna ez, ha mondjuk én szívesen énekeltem volna, de tudom, hogy Tomi vagy Siri mondták, mert Laci, ez neked nem áll jól, ezt ne csináld. Úgyhogy, de mondom, ez a másik lemezen is ugyanígy volt, úgyhogy szerintem az, hogy zenében és szövegben is annyira, mennyire kellett, vagy lehetett, vagy amire volt értelme, belenyúltunk ezekbe a dalokba, szerintem ettől vált ez a lemez ilyen szinten kerekké. És az, amit Siri mondott, hogy két nap alatt platina már, és hál' Istennek azóta is kiválóan fogy, CD-n is, meg dupla platina, ráadásul, bocs, igen, az egyértelműen jelzi azt. És a ráérkezett visszajelzések, amiket az emberek írnak és mondanak nekünk, egyértelműen jelzi azt, hogy maximálisan jó lóra tettünk. Egyébként mi éreztük már a lemez készítése közben, hogy az, amit csinálunk, az tök jó, és örülünk, hogy egy csomó ember is így gondolja. Egyébként, bocsánat, még egy gondolat ez, hogy ami nagyon kellemes meglepetés nekünk, az az, hogy a tényleg az igazi tankcsapdás rockerek, akik tényleg szöget reggeliznek, tőlük is kapunk olyan visszajelzést, hogy hát kövezzetek meg, de nekem tetszik ez a másik lemez már, mint amin a tankcsapdákat dolgozták fel más előadók, ami azt gondolom egy óriási lépés, mert valójának az egész lemeznek tényleg a hivatása, vagy arra hivatott, hogy megmutassa azt, hogy van vagy jó zene, vagy rossz zene, de határok, stílusok között nincsenek, és ez egy nagyon jó példa erre, hogy nekünk nagyon jól esik, hogy nyitottak állnak a másik lemez felé is a mi saját kőkemény rocker rajongóink. Magyarország mi a fasz, nem lehet nagycsak, de tedd majd, tedd észre, felment a lázad. Semmi okon nincs le, hogy pesgőt döntsak, mert amit látok, nem amit hallok, az gyalázad. A helyzet, mint a háborúban baszni, a szar a szituát, oda kell baszni a hatalomnak. Jobb vagy bal, mindegy a kettő ugyan utcán. Hazudik éjjel, hazudik nappal, riadott a pénzzel, riadott a kappal. És a figyelmet nem ereszted, tudnod kell, hogy nem a pannon, nem is a veszted, ami napról napra teszted, hanem a halál meg az élet, meg a széjjel, baszott közélet. Nem a pornó, nem is az erotika, ami gusztustalan, az a politika. Szavakkal is tetszel, de gyűlöttel, gyűlöttel. Az utóbbi lemezeiteket nagyon jutányos áron lehetett beszerezni, így van ez a mostanival is. Mit teszi ezt lehetővé, és mi nem tette lehetővé régebben, amikor mondjuk ennek a többszörösébe került egy CD? Húha, külön adást lehetne erről nyitni, egy kis gazdasági elemzést. Hát elsősorban az, hogy a magunk urai vagyunk, tehát ez nagyon fontos, tehát hogy nincsenek kiadói kényszer alatt, illetve kiadói ár is nincs a lemez CD-inken, illetve a szponzoraink hatására, tehát ez egyértelmű. Ez egy új gazdasági modellt állítottunk fel magunknak, amire hála Istennek a szponzoraink fogékonyak voltak, és ezért mesterségesen lenyomtuk olyan árra a CD-ket, ami ahova tartozik a CD. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon olyan áron adni CD-t, amennyire próbáltak eladni a kiadók, a könyvesbolt, illetve más CD-terjesztő házatokon kívül, annyian nem lehet. Ezért hibásan elkezdték azt terjeszteni, hogy a CD-kora lejárt, és be kell fejezni a CD-t. Nem kell befejezni a CD-t, csak a CD-t annyira kell adni, amennyi a reális ára. És azt gondolom, hogy amikor ezt a modellt bevezettük 5 évvel ezelőtt, az annyira bizonyította, hogy ez így van, hogy most már más zenekarok is ennyire adják a CD-jüket. Azt gondolom, a tankcsapda lehetünk ennyire nagyképűek. Az egész lemezeladási stratégiát Magyarországon megreformálta, és az, hogy 6 óra alatt aranyai lemez, és az, hogy egy nap alatt platina, két nap alatt dupla platina, ez is megint azt jelenti, hogy igenis van igény a CD-re. Szóval mindenféleképpen ár-érték arányba egy terméket annyira kell adni, amennyit ér, illetve hát az is az egy nagyon fontos szituáció, hogy nagyon jó
kellékekkel kell felöltöztetni. Tehát magyarul, hogyha nem jó lemezeket készítenénk, akkor valószínűleg nem fogyna ilyen ütembe a CD-nk is, úgyhogy ennyi különösebben. De azt mindenféleképpen az előzőhez még hadd fűzzem már hozzá, hogy van egy ajkai vonatkozású sztori is ebbe a lemezbe, ugye, mert a Cserháti Pityi az ajkai születésű, és ő is ilyen szempontból nem azt mondom, hogy megszólal, de végig is az ő tiszteletére is feldolgoztunk egy nótát, amiben ugyanúgy Bencsik Samu is, mind a kettő sajnos már nem él, a P-Box egyik daláról van szó. Úgyhogy ez mindenféleképpen, ez egy kőbevesett téma volt, amikor gyűjtöttük a számokat, hogy ők mindenféleképpen rajta lesznek ezen a lemezen. Cserháti Pityihez ugye a debreceni vonatkozásunk, mivel barátunk volt, ezért kellett, hogy rajta legyen, illetve hát a Bencsik Samut is rajta keresztül marhára tiszteltük, és az egész ráhagyott család hagyatékaként őrzik ezt a számot, és ők is nagyon nagy meghatódással és könnyes szemmel köszönték meg, hogy gondolunk rájuk. Úgyhogy ilyen szinten van egy apropója is ennek az ajkai koncertnek is, illetve ennek a CD-nek. Magyarország, mi a fasz van veled? Mondd csak, beteg vagy, bebízve, felment a lázát. Semmi okod nincs rá, hogy testőt bontsák, mert amit látok, meg amit hallok, az gyalázat. Magyarország, nem hallom a hangod, pedig én is tudom, mennyi minden fel. Remélem nem hiáll a húzom a vészajándot, mert aki ember annak ember élet jár. Mondom minden embernek emberi élet. December végén egy kicsit elköszöntök majd a hazai közönségtől, viszont egy különleges koncerttel fogtok visszatérni. Igen, ez valóban így van, ez a mostani koncertsorozat december 29-én ér vége Debrecenben a Főnix csarnokban, ahol most már 10. alkalommal játszunk, úgyhogy egyfajta jubileum ez is, ha úgy tetszik. Aki járt már Debrecenben és a Főnix csarnokot ismeri legalább fotóról, vagy volt már ott személyesen, és akár sport, akár könnyűzenei esemény, az pontosan tudja, hogy az ország második legnagyobb fedett csarnoka a Budapest Aréna után, úgyhogy ezt az arénát, ezt a csarnokot, ezt a Főnix csarnokot 10 alkalommal megtölteni egy elég becsületes dolog, azt gondolom, és mi most eddig 9 alkalommal sikerült, most 11-re is megpróbálkozunk vele, minden bizonyos sikerre járunk majd. Amit viszont te kérdeztél, az a jövő április 28-ai Budapest Arénás koncert. Az a helyzet, hogy kimondott, deklarált, tényleg önálló alanyi jogon, ha lehet így fogalmazni, tankcsoda koncert az arénában nem volt még. Játszottunk már az arénában több alkalommal, sőt több alkalommal teltházak előtt is sikerült már ott játszanunk, de különböző egyéb konstrukcióban, de ilyen kimondottan tankcsapda néven és a tankcsapda vezérletével végbe menő önálló aréna koncertünk korábban nem volt még. Hát ezt a dolgot törjük meg majd április 28-án Budapesten az arénában, ahol egy olyan technikai körülmények között történő koncert lesz, amire azt gondolom, hogy minden jó zenére és jó rock koncertre fogékony ember nyalja majd a szája szélét, ahogy szokták ezt mondani. Egy nagyon komoly bulira készülünk, a szó legszorosabb értelmében, mindenféle túlzás nélkül. Én azt gondolom, hogy egy ilyen koncertet illik megnézni élőben, úgyhogy mindenkit arra bíztok, hogy majd jöjjön április 28-án az arénába. Ha jól tudom, a színpad elrendezése sem a hagyományos lesz. Így van, a küzdőteret a lehető legnagyobbra vesszük. Ugye nem tudom, mennyire tudják a nézők, hogy az ilyen csarnokokban a lelátó és a küzdőtér méretei egymáshoz képest változtathatóak, mobil lelátókkal és egyebekkel. Mi ezen az estén az aréna küzdőterét csináljuk a lehető legnagyobbra, amekkorára csak lehet. Nyilván lesz majd ülőhely is természetesen, de ilyen szempontból kevesebb és jóval több lesz a küzdőtér, az állóhely. Pontosan azért, mert a színpadot a közönség közepére fogjuk elhelyezni, a csarnok közepére. Így aztán ez egy olyan koncert lesz, ahol remélhetően nagyon-nagyon sokan leszünk, viszont mégis lesz egyfajta intimitása, hiszen mindenki, aki akar, egészen kis túlzásra, kanyutásnál tud tőlünk lenni majd az egész koncert folyamán. Mondom, ráadásul mindezt úgy, hogy közben egy impozáns, nagy volumenű bulira lehet számítani. És nem éli túl az éjszakát! Nem ölned, de nem betegít! Meg nem öl, de nem betegít!
megbetegít, meg nem öl, de megbetegít, nem öl meg, de megbetegít, meg nem öl, de megbetegít, nem öl meg, de megbetegít, meg nem öl, de megbetegít.